A Flexios projektet támogató befektetők szerint ez az orvosi technológia rendkívül keresetté válhat olyan országokban, ahol az állati eredetű termékek egészségügyi felhasználása vitatott. Az Euronews erről beszélgetett a Medical Inventi vezetőjével, Maciej Manieckivel, Lublinban. Ez egy fantasztikus felfedezés az orvosaink számára. Óriási dolog ennek az alapanyagnak a hasznosítása, amely egy cukorféle, nem pedig állati vagy emberi eredetű protein. Ez két szempontból is fontos. Nagyban csökken a kilökődés és a mérgezés veszélye, illetve van ennek egy kulturális és vallási vonatkozása is, ami megnyitja majd az arab piacot előttünk. Nem titok, hogy miután piacra dobtuk ezt Európában, meg akarjuk hódítani az arab piacot. Már végeztünk egy előzetes kutatást, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Az ortopédiai piac körülbelül 2 billió eurós, ennek része az a szegmens, amelyet mi célba akarunk venni, különös tekintettel a hosszú csontokra, amilyen például a combcsont. De érdekes lehet a szájsebészet, az állatorvostudomány, a csontritkulás, az oszteotómia és a csontrák szempontjából is ez az eljárás.